Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Fehér kristályos anyagot láthatunk ebben a három sorszámozott kémcsőben. Azt tudjuk, hogy az egyik az a nátrium klorid, az a konyhasó, a másik a nátrium hidroxid, a harmadik pedig a kálium nitrát. Mindhárom sót feloldjuk vízben, és megvizsgáljuk, hogy az oldás során milyen hőváltozás következik be. Először azonban nézzük meg az összehasonlító oldatunkban a vízben mekkora jelenleg a hőmérséklet. Mi a kiindulási hőmérsékletünk? 18 fokot látunk. 18 fokot mértünk, és akkor nézzük meg a só oldódását. Mindent kristályos anyagot vízben fogunk feloldani. Ezek az anyagok vízben jól oldódnak. Az egyik, a másik kristályos anyagok. Ez kevésbé mozog, de majd azért megoldjuk úgy is jobban. És végül a harmadik. Feloldjuk őket, és utána megvizsgáljuk, hogy hogyan változott meg az oldatoknak a hőmérséklete. Tudjuk azokat az adatokat, és eszerint fogjuk megkülönböztetni az anyagot. Ismerjük azokat az adatokat, mennyi ezeknek az oldás hője, és az oldás hő a következő képen alakul. A nátrium-klorid oldás hője plusz 4 kg per mol, a kálium-nitráté plusz 35, és a nátrium-hidroxidé mínusz 42. Ezek az értékek azt jelentik, hogy ha negatív az oldás hő, akkor nekünk felmelegedést kell tapasztalnunk, vagyis hőmérséklet emelkedést, a pozitív az oldás hő, akkor pedig a környezetben, ahol mi vagyunk, lehűlést kell tapasztalnunk. Az oldódás picit lassabban megy, de már kézzel is érzékelheti a hőmérséklet változást. Azonnal megnézzük, hogy mit mutat a hőmérő. Ez a hőmérő. Kicsit nehezen akar elkezdeni a munkát, de nézzük meg, az első oldatban milyen hőmérsékletet mérünk. fokot. Nézzük meg, hogy mennyi a hőmérséklet a második oldatunkban. 30,9. És mindjárt beállítjuk akkor mindegyiket. És a harmadik oldatban pedig 15,4. Ezt benne hagyjuk itt, és akkor meg tudjuk mindegyiket nézni. Hogy mit tapasztalunk? Abban az esetben, ahol a hőmérséklet növekedést tapasztaltunk, ugye az a negatív oldás hőjű kristályos anyag,
és az a nátriumhidroxid. Hol tapasztaltunk ilyen erőteljes fölmelegedést? Ugye a második oldatunkban, ahol erőteljes lehűlést tapasztaltunk, az pedig a harmadik oldat, itt az oldás hő pozitív, erősen pozitív, vagyis arra következtetünk, hogy ebben a kémcsőben van a káliumnitrátunk, ebben van a nátriumhidroxidunk, és ahol a hőmérséklet változás nem jelentős, hiszen 19,2 fokot látunk, és 19 volt az összehasonlító hőmérsékletünk is, az pedig a konyhasó. Hiszen a konyhasó oldódása jelentős energiaváltozással nem jár. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!